Hát sajnos rosszul kezdtük a mérkőzést, hozzáteszem, hogy a Kassának nagyon-nagyon jó a védekezése, és ha olyan helyzetbe kerültünk volna, hogy egál a meccs végén, akkor se tudtunk volna nyerni, mert én még, bocsánat, de ilyen három bíróval még nem találkoztam, tehát hogy azért nem teljesen értem, hogy minek szlovák magyar bajnokságot játszani, egy nem számít a bajnokságba, kettő pedig, hogyha ilyen fújást kapunk, akkor nincs értelme. No, že je ľúto, že veľmi zle začali a proste vedeli, že Košice budú, alebo že hrajú veľmi dobre v obrane, tým pádom sa im to hralo aj napriek tomu veľmi ťažko, ale myslí si, že aj keby bol na záver egálový zápas, takže by to neboli vyhrali, pretože ešte sa s takými troma rozhodcami nestretla a pýta sa, že na čo vlastne sa hraje potom tá Slovensko-Maďarská liga, keď sa to nezapočíta ani do domácej súťaže, ani do jednej, ani do druhej, a keď sú aj takíto rozhodcovia. Hozzáteszem, hogy nem ezzel múlt a mérkőzés, mert mondom, a Kassa jól játszott, csak ezen szerintem lehet, hogy kellene egy kicsit változtatni. Tehát gratulálok a Kassának, már Maros nagyon jól összerakta ezt a csapatot, akkor is, hogyha még nincsenek itt a külföldiek. Chcela ešte povedať, že samozrejme nie to bolo rozhodujúce na výsledok dnešného stretnutia. Samozrejme výkon domáceho družstva bol veľmi dobrý, že veľmi dobre je poskladaný tým a že to bolo rozhodujúce, že sme dobre bránili a vyrážali do protiútokov a nie proste výkon rozhodcov, ale aj tak si myslím, že na takýto zápas by ten výkon rozhodcov mal byť inakší.